református középiskolák találkozója, újraindultak a városismereti séták, megszenvedik a pékek a hűséget, gyertek, gyertek játszani! Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 19-én 18 óra 5 perckor. A karcagi Nagykun Református Gimnázium adott otthont a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák 25. találkozójának. A találkozó megnyitóját a református nagy templomban tartották, ahol főtiszteletű Püski Lajos püspök helyettes ige hirdetése után nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes és Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a történelmi Magyarország területéről érkezett 50 iskola, köztük Kárpátalja, Erdély, Partium és a Felvidék református oktatási intézményeinek küldötteit. A több száz diákot és a kísérő pedagógusokat a Magyarországi Református Zsinati Oktatási Iroda vezetője, dr. Papp Kornél is köszöntötte. Mindig úgy kerülnek ezek az alkalmak valahová, hogy egy meglévő iskolarendszer bejelentkezik. A miénk már akkora, hogy ideje volt, hogy hozzánk kerüljön, hiszen 1200 diákunk van, illetve az egyházmegyénk is akkora. 5600 diákunk van, így jogosultnak látszott, hogy az anyaország béli iskolák közül akkor mi kapjuk meg ezt a találkozást. Ez egy fontos dolog, hogy magyar, tehát ez nem magyarországi, hanem Kárpát-medencei érintettségű, és kitekintéssel vagyunk, hogy hát ha egyszer majd hívhatunk akár Egyesült Államok béli középiskolát, mert erre is nyitottak vagyunk. Tehát így kell elképzelni, hogy egy nagy rendezvénynek mi körülbelül 4 éve voltunk a kandidátjai, és aztán most került ránk a sor, mert a Covid miatt elcsúszott a 2 év, de már az azt jelenti, hogy 3 éve vártunk arra, hogy megrendezhessük. Szám szerint 50 középiskoláról van szó, és ebből 29 az anyaországi, tehát a többi pedig értelemszerűen a határon túli, de még így is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok iskola van, aki vagy azért, mert még mindig félnek a Covid-tól, vagy egyéb másoknál fogva jelentkeztek, de aztán végül nem értek ide. Tehát egy nagyon nagy teritoriumról beszélünk, hiszen a Kézdivásárhelytől a felvidéki, kárpátaljai iskolákon keresztül Tata, Csurgó, tehát nagyon-nagyon messziről is érkeztek, és hát ennek a nagy rendezvénynek otthont adni nagyon nagy megtiszteltetés számunkra. A Karcagi Református Egyházközség zászlót adományozott a találkozónak, amelyet F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő adott át, megáldotta főtiszteletű Püspöki Lajos püspök helyettes. Ahogy vonultak be a templomba, és szépen hozták a táblákat, hogy ki honnan jött, vagy kik honnan jöttek. Már ez is önmagában szívderítő látvány volt. Hát meg az is, hogy jó lehet, én nem pedagógus vagyok, de azért jó néhány ismerős arcot is láttam a különböző gimnáziumok képviseletében, akik megjelentek. És hát bizonyára a többi része is nagyon hasznos lesz, úgy a diákok számára, mint a pedagógusok számára, vagy az iskola vezetők számára, amikor ők maguk is leülhetnek, és a tapasztalatokat megoszthatják, legyenek ezek örömök, vagy éppen várható kihívások, most egy kicsit elbizonytalanodott gazdasági jövőkép miatt. És hát ami örvendetes, az az, hogy ez a 25. És hogy megvan. Nem fulladt ki, mert ugye a rendezvények, amikor úgy elindulnak, akkor általában az elején van nagy felbuzdulás, aztán ugye a 3., 4., 5.-nél már kezd egy kicsit alábbhagyni a lelkesedés, de az, hogy egy negyed század, már egy kicsit több, mert ugye 2 sajnos kimaradt a Covid miatt, de hogy egy negyed század van mögötte, és most is megvan, és eljönnek,
és bizonyára nem lasszóval kell fogni a pedagógusokat, meg a diákokat, hogy eljöjjenek. Ez mutatja, hogy igény van rá. Igény van a találkozásra és a tapasztalat cserére. Tehát ez már itt most a megnyitás alkalmával is látszott az arcokon, és ahogy egymást is köszöntötték, hiszen itt nyilván főleg a pedagógusok nagyon sokan ismerik már régről, vagy lehet, hogy éppen ezen találkozók révén egymást, úgyhogy a találkozás, ebben tudom most összefoglalni. A zászlóanya, F. Kovács Bocskai Anna pedig emlékszalagot kötött rá, majd átadta azt megőrzésre Tóth Barnának, a házigazda gimnázium igazgatójának, aki szintén köszöntötte a vendégeket és felidézte az elmúlt 25 év találkozóinak érdekességeit. Az egyház kórusainak műsora után a jubileumi találkozón résztvevők a Nagykun Honvéd Banda részfúvós együttes vezetésével a Városközpontban felvonulással ért véget az első nap. Újraindultak a városismereti séták Pánti Ildikó a 8-as számú körzet önkormányzati képviselőjének szervezésében. Első alkalommal a zsinagógát nézhették meg az érdeklődők. Az érdeklődőknek Csillag Barnabás, a Karcagi Izraelita Hitközség elnöke mutatta be a 123 éve épült templomot. Az elnök nagy örömmel készült a mai napra, hiszen minden évben megrendezésre kerül a városismereti séta, amelynek első állomása a zsinagóga. Vannak új arcok, és vannak régi arcok, ez igaz, de azért mindig tudunk valami újat mondani, hiszen én bennem ismerülnek fel mindig új gondolatok. Mindig a zsinagóga történetével, történelmével szoktam kezdeni, alapításával, és akkor utána jönnek az eltelt már több mint 120 év, mert ugye elmúlt 120 éves az épület, de aztán a végén mindig szoktam beszélni egy kicsit a jelenünkről, mi történt velünk a közelmúltban, és egy picit a jövőnkről, a terveinkről is, hogy mi mit szeretnénk, hogy történjen velünk majd az elkövetkező években, vagy mondjuk így évtizedben. A végén pedig beszélt a jelenükről, mi történt velük a közelmúltban, és a terveikről is, hogy mit szeretnének majd az elkövetkezendő években, évtizedekben. Elkészült a zsinagóga külső felújítása, új héjazatot kapott a tető, új cserepök, új eres csatornák kerültek az épületre, és ugye a teljes külső homlokzat színezése elkészült. Ezután az épület kicsit aludta az álmát, hiszen jött sajnos a Covid. Pánti Ildikó elmondta a mai az első alkalmas sétának, amit sokan vártak már. Az utóbbi két évben az ismert okok véget, ugye erre nem került sor, és most újra itt vagyunk, örülök neki, valóban az érdeklődés is, és annak különösen, hogy akik még nem voltak itt ebben a gyönyörű felújított objektumban, azok most itt vannak és láthatják, hogy szép és szívélyes vendégfogadásban is van részünk, és ez öröm. A következő állomást már tervezi, ha minden jól megy, a teljesen felújított szép új a vasútállomásnál lévő malomszállót, illetve a kukoricafeldolgozót nézik majd meg. A következő állomás, ha minden jól megy, tervezés alatt van. A városnak egy újabb objektuma, egy teljesen felújított, szép új objektum, a vasútállomásnál lévő malomszálló, illetve a új kukoricafeldolgozó, tehát az a hatalmas objektum, amelyet így utcáról is láthatunk, ami városunk új nevezetességét is jelenti. Már július elején csúcsokat döntött a meleg Karcagon is. A következő hetekben ismét jó pár hőségnapra kell felkészülni, és vannak szakmák, amelyek képviselői nem húzódhatnak az árnyékba, bírniuk kell a hőséget. Amikor bevásárolni, ügyet intézni, vagy csak egyszerűen a munkába igyekszünk, és kénytelenek vagyunk kimozdulni otthonról, tapasztaljuk, hogy milyen meleg van. Ennek nyilvánvalóan örülnek a nyaralók, de akiknek dolgoznia kell, az bizony megszenvedi a hőséget. A mai nap most 33 fok, de a kemencén ilyen 42 fokot mértünk, és úgy szoktunk, hogy bemegyünk a légkondihoz hátraított, egy kicsit lehűsülünk, és így szóra vizet iszunk minél hidegebben, próbáljuk minél jobban a vízutánpótlást bevinni, és a tegnapi nap folyamán dolgoztunk 42 és 45 fok kb-n, azért szinten tartva, és akkor is inkább a vízutánpótlást próbáltuk
hűteni magunkat. Az éttermek konyháiban a pékségekben dolgozók, vagy a szőlőültetvényekben zöld munkázók, gyümölcsöt szedők, de a közutakon aszfaltozók, útjavítók is végzik a rájuk bízott feladatokat. Hát ha minél távolabb megyünk a kemencétől, akkor 35-36 kemence mellett 46. Ásványvízből is jóval több fogy ezekben a napokban. Persze a tésztával nem lehet várni, fel kell dolgozni és meg kell sütni. Eszerint kell a pihenőket is alakítani. Ez kötelező a védőital biztosítása is, kötelező a pihenőidő biztosítása és munkaidő közben. Mindezeket betartjuk, ezen kívül a raktárakban van légkondicionáló berendezés, úgyhogy azért, hogyha éppen mérnek vagy bármit csinálnak, akkor nem muszáj 46 fokban lenni. A miniszterelnökség megbízásából az emberi erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a speciális fejlesztés célzó programok támogatása című nagy NTP kötőjel nagy SPEC kötőjel 21 kötőjel 0066 pályázati azonosító számon szereplő Gyertek, gyertek játszani, énekelni, mozogni elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1.027.000 forint. A pályázati programban az óvoda Iglice zenei tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Galsi Nagy Andrea és Balajtiné Sütő Margit tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. A 60 órás program célja. A zenei tehetségígéretek felkutatása, fejlesztése, a néphagyományok megismertetésének megteremtése, azokhoz való kötődés elősegítése. A gyermekek ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük ünnepi alkalmaihoz kapcsolódó népszokásokat, népi játékokat, egyszerű táncos mozgásformákat, dalokat, énekes játékokat, mondókákat. A népi kultúra iránti tisztelet a családok összetartó erejének hangsúlyozásával. A közös programok megélésével erősödjék identitástudatuk. A szabadidős és lazító programokon a gyermekek szüleikkel közösen megtapasztalhatták és átélhették a zene által nyújtott élményeket, megismerték a nemzeti kultúránkat és hagyományainkat. A magyar népi játékok az évszakok nyomvonalán haladva betekintést nyújtottak néphagyományainkba, helyi kulturális értékeinkbe. Ezek összekapcsolása olyan közös élményszerzési lehetőséget teremtett, amely a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodott. Fejlesztették szociális érzékenységüket, az egymáshoz való alkalmazkodást, segítették az érzelmi ráhangolódást, identitástudatokat erősítették. A gyermekek aktív részvételükkel, változatos munkaformák alkalmazásával történt a témák feldolgozása. Fontos volt a komplexitás más művészeti területek ötvözésével, mint például zene, mozgás, képzőművészet, gyermektánc. A gyermekek erősségeit és fejlesztendő területeit mindig szem előtt tartottuk. A differenciálás lehetőséget adott, hogy önállóan megnyilvánuljanak, ötleteiket egymás között megosszák, ezáltal minden kisgyermek sikerélménye biztosított legyen. A projekt által megismerkedhettek városunk népi mestereivel, a tanyán élő emberekkel, betekintést nyerhettek városunk műemlék épületeibe. A karcagi származású dalok, mondókák, dalos játékok a komplex feldolgozás részei voltak, a népi hangszerek, népi mozgásos játékok és azok megismertetése is. A választott zenei anyag, mely csak tiszta forrásból ered, a gyermekek zenei ízlésvilágát formálta. Fejlődött zenei képességük, átlagon felüli motivációs adottságuk és erősödött érzelmi gazdagságuk. A program zárásaként a szülőkkel közösen Mezőkövesdre kirándultunk, ahol megismertük a matyó népszokásokat, hagyományokat. A szülők lazító programra történő bevonása az értékközvetítést, népi kultúránk iránti szemléletformálást segítette. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!